Egyébként remélem a magyar tanáraim ezt nem nézik. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban őszintén fogok beszélni a kötelező olvasmányokról. Ennek a videónak egyáltalán nem az lesz a célja, hogy én itt 10 percen keresztül szidom a kötelező olvasmányokat, mert egyáltalán nem ez a tervem, és nem is lenne fair a kötelező olvasmányokkal szemben, úgyhogy igazából csak így elmondanám a véleményemet a kötelező olvasmányokról, és esetleg arról, hogy miért nem működnek. Nekem személyesen mindig is az volt a probléma a kötelező olvasmányokkal, ahogyan azt a nevük is sugallja, hogy kötelezőek. Mert tipikusan az az ember vagyok, szerintem legalábbis, hogyha azt mondja nekem valaki, hogy már pedig ezt meg kell csinálnom, akkor hát nem szívesen csinálom meg. Mert amint megmondják nekem, hogy ezt a könyvet el kell olvasnom, én azt mondom, hogy jó, akkor én ezt nem olvasom el. Mert bár szeretek olvasni, de nem szeretek olyan könyvet olvasni, amit megmondják, hogy olvassam el. Tehát, hogyha valaki az orrom alá dugna a Percy Jackson könyveket, pedig azok a kedvenceim, hogy de itt van, és ezt most azonnal el kell olvasnod, akkor nem olvasnám el. Egyébként is tinédzsereknek megmondani, hogy mit csináljanak, az egy nagyon rossz ötlet. Tehát mondanak nekünk valamit, és mi tuti biztosan annak a szöges ellentetjét fogjuk megcsinálni, és eszünk ágában sincs hallgatni arra, amit éppen mondanak. Szóval itt elbuktak nálunk a kötelező olvasmányok. Nálam egyébként meg azért nem működik nagyon, hogy így elolvassam azokat a könyveket, amiket kellene tanmenet szerint, mert nem olyan fajta könyvek azok, amik engem érdekelnek. Tehát én a fantasy műfajában szeretek leginkább olvasni, hogy nagyjából a könyvek, amiket olvastam, azoknak az egy harmada maximum nem fantasy. De mindegyik más fantasy. És hát én nem emlékszem, hogy olyan, hát a mai értelemben vett fantasy biztos, hogy nem volt még a kötelező olvasmányaim között, és úgy elég nehezen veszem rá magam, hogy elolvassak egy könyvet tanórára, ami egyébként nem érdekel. Tehát én nem mondom azt, hogy a kötelező olvasmányok rossz könyvek lennének, vagy a történet lenne rossz, vagy lenézném az akkori írókat, és nem ismerném el nekik a munkásságukat, mert én elhiszem a tanáraimnak, hogy azok jó könyvek. Csak az a probléma, hogy én nem fogom úgy látni ezeket a könyveket, ahogyan azt a magyar tanárok szeretnék, mert ott van bennem, hogy ez nem az a téma, ami engem érdekelne. És ez így nagyon nehezíti, hogy el tudjam olvasni. Továbbá, a kötelező olvasmányokkal szerintem még az is nem probléma, de az is ilyen elrettentő, hogy nem arra vannak, hogy szórakoztassanak minket, de egy tizenéves nem érdekel akkor sem. Tehát tizenéves fejjel, amilyen kötelező olvasmányokat elénk raknak, azok, ami nem fogunk semmire sem menni, mert esetleg akkor van úgy valaki, hogy ténylegesen elolvassa, és nem csak azért, mert kötelező, hanem mert érdekli is, amikor vagy azt szeretne tanulni, vagy azzal szeretne foglalkozni, vagy lehet egy 10 év múlva érdekelni fogja, de ott, mikor mit tudom, ilyen Antigónét 9. beléd raknak, az hát igen. Muszájból se olvasom el, mert 5 oldal után feladtam. Mert ezek a könyvek ugye nem mai nyelvezeten íródtak. Egyszerűen nem tudom megérteni. Én például próbálkoztam, 10-ben amúgy nagyon jó gyerek voltam, mert akkor majdnem az összes kötelező olvasmányt elolvastam. De például az Antigónét nem tudtam. 5 oldalt olvastam el belőle, és nem tudtam volna megmondani még azt se, hogy az alatt az 5 oldal alatt mi történt, mert egyszerűen nem értettem. Régi a nyelvezete, eleve ugye ógörögül volt, eredetileg írva, abból lett átfordítva. Az a magyar, meg az a magyar, amit én ismerek, az két totálisan külön világ, és hiába olvasom, nem értem. Igazából ezzel sincsen semmi baj, csak akit érdekel, és tényleg ezzel akar foglalkozni, az majd elolvassa. De tényleg így frissen bekerülve 9-be nem a legjobb ötlet szerintem. Elsősorban nem is ugye az talán a célja a kötelező olvasmányoknak, hogy megszerettesse velünk az olvasást, viszont mindenféleképpen elrettent tőle. Mielőtt én megszerettem az olvasást, ez 2013-ban volt, 13 évesen szerettem meg az olvasást, én nem szerettem előtte olvasni, és csak a Percy Jackson miatt kezdtem el olvasni, legalábbis az a sorozat szerettette meg velem az olvasást, és mikor előtte így odarakták az orrom alá a kötelezőket,
és előtte kellett kötelezőnek olvasnom a Pál utcai fiúkat, az Egri csillagokat és a Kőszívű ember fiait. Az Egri csillagokat képtelen voltam befejezni, a Kőszívű ember fiait is csak félig tudtam elolvasni, mert 13 éve, nem is voltam anyikább, 12 évesen a Kőszívű ember fiai. Hát arra emlékszem belőle, hogy nem nagyon értettem, mi történik, mert azt a nyelvezetet én 12 évesen nem tudtam értelmezni. Főleg úgy, hogy előtte nem is olvastam sokat. Ja, és így az egésznek nagyon nem is volt értelme, és nem is volt bennem az az érzés, hogy jó, ez a kötelező olvasmány nem volt olyan jó, de azért szeretnék olvasni, mert az volt bennem, hogy nem, én nem akarok olvasni. Pont elrettentett az olvasástól, mert szerintem ugye a kötelező olvasmány, akkor az ember fejében az a kép alakul ki, hogy a könyvek rosszak, olvasni rossz, olvasni szenvedés, és ez az egész nem éri meg a drága idődet. Pedig, ha megtalálod azokat a könyveket, amik tetszenek és amiket szeretsz, akkor nem gondolod ezt, akkor pont, hogy azt gondolod, hogy hát ez a világ legjobb dolga. De nem minden, hogy ezt pont a kötelezőkkel fogják elérni. Az is igazából baj a kötelezőkkel, hogy ott van benne az irodalom könyvekben, hogy mit kell neked gondolnod arról a könyvről, hogy mi mit jelent, és az hogy van, és dolgozatban meg mindenhova azt, hát kb. Ugyanúgy kell visszaadnod. A kötelező olvasmányokkal mindig az van, hogy tényleg ott van előtted, hogy ezt kell erről a könyvről gondolnod, még akkor is, hogyha te egyáltalán nem ezt gondolod, mert jó, persze, más véleményt nyilváníthatsz, de nem ajánlott. Hogy mit lehetne tenni így a kötelező olvasmányokkal, hogy esetleg jobban olvassuk őket. Talán esetleg, nem tudom, lehetne élményszerűbben feldolgozni ezeket a kötelező olvasmányokat, tehát nem csak így szárazon elolvassuk, hogy mi van a könyvben róla, esetleg Wikipédián, és utána elmondja ugyanezt a tanár. Vagy lehet az is félrevezetőbb lenne, hogy esetleg így valahogy közösen olvasni, vagy nem tudom, mondjuk fejezetenként haladni, és akkor mindig megbeszélni, hogy ki mit gondolt erről a fejezetről. Lehet, hogy valahogy így interaktívabban kéne, mert így igazából csak azt mondják, hogy jó, jövő hétre olvasd el ezt a könyvet, és majd megbeszéljük a többit. Aztán doga, és így jó. Én nem mondom azt, hogy kollektíven én minden kötelező olvasmányomat utáltam. Csak azért, mert kötelező volt. Tehát pozitív példát is említsek, nekem az anyagim például egészen tetszett. Jó, furi volt, mert voltak benne, tehát mikor elkezdett a női bokákról beszélni, akkor csak pislogtam, hogy most mi történik, de egyébként nem volt rossz. Tehát így az összes kötelező olvasmány közül, amit én valaha olvastam, az egy egészen jó élmény volt. De például ott van Madástól az ember tragédiája, azt is elolvastam, és az meg pont az a könyv volt, ami állítólag így az egyik legnagyobb alkotás, és én ezt elhiszem, meg minden meg oké, de én azt a könyvet, hát most hogy mondjam, mondhatom azt, hogy rüheltem, tehát nekem az ember tragédiájával, azon kívül, hogy nehéz volt a nyelvezettel, meg hogy elvesztettem a fonalat, az volt, hogy annyira szexista volt, hogy az valami hihetetlen. Tehát én szerintem oldalanként forgattam a szememet, és egyszerűen emiatt nem is tudtam azt mondani, hogy igen, ez egy jó könyv, mert nekem csak az jött át, hogy szóval engem teljesen feldühített az a könyv, mikor olvastam, és utána a magyar tanárom aranyosan, lelkesen ott magyarázta, hogy minden hogy történik, és én csak ott így ültem, és így mondtam magam, hogy én ezt nem hiszem el, nekem ez a könyv egyáltalán nem jött át, és ezek után de nem is tudtam azt mondani, hogy hát szerintem ez a könyv emiatt egyáltalán nem jó, mert nem mondhattam ezt. Ez egy teljesen elismert könyv, csak szexista nagyon. És ez nekem, mint lánynak nem igazán tetszett. És lehet az is segítene így a kötelező olvasmány problémán, hogyha megpróbálnak megszerettetni az emberekkel az olvasást, mert például az én osztályomban. Tisztelet a kivételnek, nem azért mondom, csak mindegy. Tehát, hogyha megpróbálnak megszerettetni velünk az olvasást, akkor valamilyen szinten könnyebben menne a kötelező olvasmányok elolvasása. Mert hogyha szeretsz olvasni, akkor még mindig könnyebben nyeled le, hogy eléd raknak egy 300 oldalas regényt, hogy tessék, akkor ezt most olvasd el.
De arra is jobb lenne, ha felkészítenének, hogy ez nem teljesen a ti világotok, mert ez már a 21. század, teljesen más nyelvezet, teljesen más téma, de egyébként nem olyan rossz, adjatok neki egy esélyt. És nem azt kéne inkább mondani, hogy hú, hát ez a világ legjobb könyve. Hát akkor lehet az volt, de azóta eltelt 200-300 év, változnak a dolgok, szóval. Most már a Harry Potter, meg ezek a világ legjobb könyvei. Gyűrűk ura, meg a Percy Jackson, meg az összes kedvenc könyvem a világ legjobb könyve, legalábbis szerintem, de hát így van. Az így lehet könnyítene a terhelésem, hogyha lennének olyan olvasmányok, amik hasonló témát feszegetnek, de modernebbek. Mert én biztos vagyok benne, hogy vannak ilyenek. Tuti. Annyi könyv van manapság, hogy minden van. Minden, abszolút minden van. Csak az lényegesen könnyíti a dolgokat, hogyha azt a témát, amit meg akarnak velünk ismertetni, olyan környezetben tárják elénk, ami ismerős nekünk, és modernebb. Tehát, hogy olyan formátumban van, ami nem 200 évvel ezelőtti, hanem mondjuk 10 évvel ezelőtti. Mert az is jó. Vagy esetleg totál mostani. Esetleg még a nyelvezete is olyan, amit 10 évesekkel könnyebb lenyeletni, és akkor kicsit könnyebben menne. És ettől függetlenül el lehetne velük olvastatni azt a könyvet is. Csak így akkor látnál mondjuk azt, hogy most milyen? Vagy most hogyan dolgozzák fel ezt a témát? Meg akkor hogyan dolgozták fel? Ami egyébként tök érdekes lenne látni, hogy hogyan fejlődött a világ, meg az írás, meg ezek. Most egész érdekelne. És zárásként még annyit mondanék, hogy a klasszikusok teljesen jók. Tehát nincsen velük semmi probléma, és hogyha valaki nagyon szereti őket, akkor az el is fogja őket olvasni. De egy 10 éves gyerek, egy tinédzser torkán ezeket lenyomni nem lehet, mert minket ez nem érdekel. Van egy millió más dolog, ami minket sokkal jobban érdekel, és a klasszikus irodalom órán kötelező könyvek elolvasása nincs benne. Nem látszódik, de itt van mögöttem, én például a Jane Austen könyveket szeretem, és az klasszikus. Na, például nekem ez volt egyszer a probléma. Hogy meg volt említve Jane Austen a magyar könyvembe, másfél oldalig, és ott föl voltak sorolva a művek, és következett a nőgési női író végre. Olyan, ami érdekelt volna, és túl is mentünk rajta. Csalódás. Na mindegy. Hogyha szeretnétek ti is kinyilvánítani a véleményeteket a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban, nyugodtan, akkor a kommentekben írjátok meg, szívesen elolvasom. Tényleg egyetlen nem bántó célzattal akartam megcsinálni ezt a videót, és nem akartam senkinek az érzéseit sem megsérteni. Főleg nem a magyar tanáraimét, hogyha valamelyik is véletlen megtalálná ezt a videót, szóval, hogyha bemegyek magyar órára, akkor nem szeretnék csúnya tekintetekkel találkozni. Ja, még azt akartam elmondani, mielőtt elfelejteném, hogy az előző videómban, azt hiszem erre az oldalra fog fölmenni, ide be is linkelem, ide. Az előző videóm alatt lehet föltenni kérdéseket. Amúgy is lehet föltenni kérdéseket, de hogyha az előző videóm alá írnátok kérdéseket, még ami esetleg érdekelne titeket, akkor nyugodtan tegyétek meg, és akkor csinálok egy kérdezfelelek videót. És most már azt hiszem tényleg ennyi, és vége ennek a videónak, mert már szerintem így is nagyon hosszú lett. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!